Egyesek csak hallottak a cserkészetről, de nem ismerik annak tevékenységét közelebbről. Mások kiscserkészek is voltak, de a mozgalom munkájába csak most fognak bekapcsolódni felnőttként. Mi az, amit itt tanultam? Nagyon sok dolgot, nagyon sok olyan dolgot, amiről úgy gondolom, hogy hasznára lehet majd az élet során. Az első ezek közül az a csapattal való csapatkovácsolás, a találékonyság és a segítőkészség. Régen én is cserkész voltam gyermekkoromban, és nagyon megszerettem, és valójában a gyerekeknek is Szent Mihályon is van cserkészet, de hát szeretnék, hogy a gyerekeket még egy kicsit ugye aktiválni, mert hát lemorzsolódnak, vagy valamivel, hogy megfogni őket, a természetet, hogy megszerettessen belőle az identitást, tehát a magyar, a nemzeti identitásunkat, hogy azt is megerősítsük benne. A foglalkozások és a kirándulások, valamint a táborok alkalmával a természetben olyan dolgokat kapok, amiket amúgy sehol máshol nem tudok megszerezni, kiegészíti a hiányosságaimat, mind szellemileg, mind testileg megerősödök, és egy remek közösségnek lehetek a tagja, ahol fejlődök, és ismerettségeket kötök meg. A felnőtt képzést célja, hogy Vajdaság azon településein is alakuljon cserkész csapat, ahol még nincs. Három hétvégéből áll a képzésünk, és egy nyári programból. Ez az első, vagy az első hétvége az alkalomnak. Ez még kihasználva a jó időt is, és a nem annyira hideg időjárást, így tegnap egy egész napos kinti portyánk volt, egy kinti programunk, ahol főzés volt, csomózás, kicsit a menedéképítéssel ismerkedtek meg azzal, hogy lehet a természetben föltalálni magukat. Január végén Múzsján a cserkészet történelmével, áprilisban pedig Magyarországon a cserkészet lelkiségével foglalkoznak majd az érdeklődők.